Számtalanszor volt már szó arról, hogy, hogy a helyzet siralmas, ami, ami, azt illeti, hogy milyen szinten vannak az emberek a, az elmekontrollban, illetve az agymosásban. Ennek egy újabb példáját láthatjuk Uff, azzal, hogy azzal, ami most történik ezzel a hét akármilyen bolygóval, <laughs> Trapista rendszerben. És ezt nem is én találtam ki. Elnézést. Szóval, ugye 7 bolygót fedeztek föl. Egy rendszerben, amit úgy hívnak, úgy neveztek el, hogy trapista, bármi lehet volna. De ez trapist, trapist one. Mi ugye azt jelenti, hogy trapista, mint a sajt. Jaj. Szóval, nézzük meg először a programot, amit a Google mutogat számunkra. Jaj, mit csináltam? Villám gyorsan annyit, hogy természetesen a háromszög megjelenik, illetve a hatosok, ahogy ez mindig a Google esetében, aztán a mindent látó szem az egy szem, utána megjelenik ez a ezek a valamik, nem tudom, hogy ez mi, ez a hét bolygó, gondolom, utána a piramis, aminek hiányzik a csúcsa, ez ugye a Föld és a Hold. Elég kemény programozás. Természetesen ez hozzá van igazítva ahhoz a hírhez, amiről most beszélni fogunk. Nem ígérem, hogy ezt nevetés nélkül kibírom. De nézzük meg. Oké, okay, ez, a, ez a hír az Origo weboldalról származik. Nem tudom, nem nagyon szoktam használni, de gondoltam, néhány magyar cikket is nézek. Ez Stvorec Adrián mesternek a munkája, ugye a NASA minden eddiginél lenyűgöző bolygórendszer akadt horogra. <laughs> ja. Szóval a lényeg az, hogy ugye megtaláltak 7 földszerű bolygót tejút rendszerben e, Ugye a legtöbb csillag a mi napunknál jóval apróbb és halványabb. Még annyit elárulnék erről a tejút rendszer dologról. Annyit, hogy a Galaxy szó maga a görög galaxia szóból ered, ami azt jelenti szó szerint, hogy milki, az az teljes tejút, tehát a tejút galaxis az gyakorlatilag teljes tejutat jelent. gyakorlatilag minden, ami csillagászat a kapcsolatos nevetséges szerintem, de de ez, a, ez a mostani hír különösen, ha a számokat nézzük, akkor ugye látjuk azt, hogy, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy mekkora, mekkora butaságok vannak itt, 200 milliárd, meg 2 trilliárd és hasonló ennyi galaxis van. Ebben nem is akarok belemenni, csak azt akartam megmutatni érdekességből, hogy maga a galaxis szó teljest jelent. <laughs> ha csak a számoknál maradunk, ugye 39 fényévre van ez az álomvilág, a mi álomvilágunktól, és ugye a Trappist 1 az 39 a Pitagoraszi. Numerológiában 2016-ban három bolygót, most újabb négyet fedeztek fel, ugye a szokásos képek, a názától igazából sose látni semmit, csak és kizárólag a trapista rendszer. Csak és kizárólag grafikákat, illetve képregényeket tulajdonképpen ebben az esetben is ez van, ugye a trapista rendszert láthatjuk itt, ez a, ez a trapista egyes rendszer körülötte a külső bolygók. Én ismerem, hogy hatalmas munka, mert bele be az egészbe, hiszen ugye egyrészt ki kell találni a nevet, ami ugye nem nehéz, hát az a lényeg, hogy a gyerekek elhiggyék, a felnőtteknek már úgyis mindegy, ők be vannak programozva a gyerekek, meg imádják a, a, a mesét, és ugye ez a trapista egyes. De aztán még persze ki kell találni ezt az összes hazugságot, hogy a keringési periódus csillagtól való távolság, bla bla, bla sugár, és a, többi, és a többi, amit ugye soha senki nem fog tudni leellenőrizni, de ez egyáltalán nem zavarja az embereket, a lényeg az, hogy az álomvilágban továbbra is élhessenek, és el is hiszik azt, hogy mi egy nap el fogunk költözni ezekre a bolygókra. Ez a világtitkai.com óriási bejelentést tett a NASA az exo-bolygókkal kapcsolatban, tehát a programozás zajlik itthon is. Ez a körkép.sk szlovákia 7 földszerű bolygót fedezett fel a NASA, és itt van ugye az illusztráció, hogy mindenki fogja az adást. Werner von Braun, a Náza egyik alapítója jának a sírköve, amin Psalms 19, azaz Zsoltárok Tehelim 19-es egyes fejezet van, ami ugye egyértelműsíti azt, hogy az egész egy hazugság mindig is az volt, Zsoltár 19, az egek beszélik Elohim dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat, pontosan tudják, pontosan tudják azt, hogy soha nem is voltak, soha nem is fognak kijutni az űrbe, hiszen nem létezik az égboltozaton, nem tudnak átjutni, és ezt bizonyítják ezek a hazugságok. Soha egyetlen egy fénykép, egyetlen egy igazi videót nem láttunk még. A programozás gőzerővel folyik mindenhol. Ez a New York Times, 7 földszerű bolygót fedeztek fel, egy törpe csillag közelében a NASA és az Európai Színészek Szövetsége ezt állítja, nézzük meg ezt a videót villámgyorsan, illetve nézzünk csak néhány képet belőle, úgyhogy, hát, nem mindegy, ez van. Ezek -e -e azok, amikre az emberek alapozzák a az életüket, ugye, ide majd el fogunk tudni költözni, erről van szó, ezek -e a bolondok beszélnek, erről, majd megnézzük egy hosszabb klippet is, természetesen tele van. E szimbolikával, ugye a nap szimbólum maga benne a körben, ez a, a mindent látó szem, illetve maga a csiga vonal, természetesen mind-mind okult szimbólumok, azonban ezzel most nem fogunk foglalkozni, ez is egy, az egy szemet szimbolizálja, ugye maga a napon, ez a kis sötét folt, végig-végig, és Természetesen nem maradhat el a műhold programozás, a repülő centrifuga a szárnyakkal, illetve az alufóliával. Ez az, ami kering több tízezer a föld körül, az emberek ebben hisznek, ugye, és ezekben a rajzokban, amiket természetesen, természetesen művészek hoznak létre annak érdekében, hogy a tudatlan tömegeket az álomvilágban tartsák. Ez ugye New York Times. Fox News Science, ugyanez a helyzet, ez pedig a The Telegraph Technology oldala számol be újra ugyanerről a trapista dologról azok számára, akik az álomvilágban élnek, illetve a gömbön. Végig-végig mindenhol Vox folytatódik a programozás, illetve az agymosás. Hét bolygót fedeztek fel, földszeri bolygót mindössze 40 fényévre van, ahova majd eljutunk ugye a Ugyanazokkal a rakétákkal, amik ugyanúgy néznek ki, mint ahogy 50 éve is kinéztek. CNN ugyanez a szemét dologról van szó, a hét bolygó felfedezésére. Amit érdekesnek találok az, hogy a NASA oldalán sincsen egyetlen egy épkézláv felvétel, semmi, ugye arról van szó, hogy a legnagyobb olyan bolygócsoportot fedezték fel, ami esetleg benépesíthető, az egész teljesen szánalmas és nevetséges de maga a cikk, ami ugye, ami ugye erről szól, ott sincs egyetlen egy fénykép, csak és kizárólag számítógépes grafika. Hiszen a gyerekek ezt imádják, és ez az, ami a gyerekeknek kell, hogy úgy nőjenek fel, ahogyan az ő szüleik felnőttek, azt higgyék, hogy egy bolygón vannak, beszélő majmok és keringnek körbe-körbe a semmiben, és majd egy nap át fognak menni egy másik bolygóra, hogy azt is lelakják. Ugye ez a program ezt erősítik meg időről időre, ennek egyik nagyszerű példáját láthatjuk a szemünk előtt. Akinek van ideje és mazoista hajlamai, azok végig szenvedhetik ezt a videót, a linket megtaláljátok a leírás részben. Én mindenkit figyelmeztetek, hogy borzasztó színészi alkotások, de tényleg borzasztó az egész. Ugye ő egy holland színész, most az, hogy ő egy űrlény-e vagy nem, azt nem tudom. A lényeg az, hogy ő arról beszél, hogy víz van a bolygókon, és ezeken lakni lehet, és oda át fogunk költözni egy nap, és ott fogjuk tovább írtani egymást. Ez trapista egyes maga, ha jól értelmezem, akkor ez egy bolygó, de lehet, hogy nem teljesen mindegy maga a név. <laughs> Elnézést, de Trapista egyes. Ez ugye ugyanaz a. Ez ugye ugyanaz a, az, az interjúnak a része. Szóval csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy semmiféle köze nincs a valósághoz az egésznek. Színészek adnak elő egy színdarabot, aminek megvan a díszlete, ami számítógéppen van generálva. Ez az egész egy hazugság. Itt a csapat, itt az összes színész ugye mindenki, aki a nasa dolgozik, az valamilyen formában része ennek a hazugságnak akarva, akaratlanul teljesen mindegy. Az én meggyőződésem az, hogy ezeknek a nagy része gyakorlatilag színész, annak kell, hogy legyen, hiszen végig rögik ezt az egész dolgot, hogy, hogy ez a lány színész, azt nem tudom, biztos előbb-utóbb az lesz valószínűleg, ezek mind szabadkőművesek, és ugye ezt begyakorolták, de egyébként szerintem nem is biztos, hogy begyakorolták, hiszen borzasztó maga az előadás. Több milliárd eurót és dollárt költenek el az emberek Adó, adó pénzéből, ide adó összegeiből arra, hogy ezeket a szánalmas előadásokat előadják, és sajnos az emberek ezt beveszik. Ez egy illusztráció ugye, Trapista egyesről és a, a műholdról, ami körülötte kering. Még a távcsőről vagy miről sincsen egy, egy fénykép, semmi, sem igaz, amit mondanak. Egyszerűen nincsen bizonyítékuk semmire, és az emberek Ezekre a képekre, ezekre a rajzokra és ezekre az animációkra alapozzák a világnézetüket. Még az a távcső, vagy mit tudom én mi ez, amit mutatnak, arról sincs egy rendes fénykép. Minden animáció, minden, semmiféle igazi, semmiféle bizonyíték nincs, de, de nem is kell. Úgy tűnik az emberiségnek nem kell bizonyíték már. Elegendő az, hogy a tévében ezt mondja egy szakértő. Még egyszer, minden elismerésem az övéké, hiszen ezt a sok hazugságot ugye össze kell állítani, a rengeteg, uh, rengeteg számot kidolgozni a bolygóknak, azt, hogy hogy néz ki, mi van rajta, stb. Ez az egész egy hatalmas szerepjáték, egy óriási hazugság. És uh, mindazok, akik a gömbön élnek, nekik nincsen mentségük. Akik a gömbön élnek, azoknak el kell fogadniuk azt, hogy ez itt trapista egyes, és ez pedig hamarosan bejelentik, hogy megtalálták az első élőlényt a földön kívül. És ő okozza azt, hogy trapista egyes úgy viselkedik, mint a hold, hogy folyamatosan fogy. És ezt el kell majd fogadniuk, hiszen ők a világnézetüket és a, a világképüket hazugságokra, illetve rajzokra és animációkra alapozzák. És közben mindenki más, aki megkérdőjelezi ezt, ö, ostobának tartana. Csak azért, mert egy másik fajta véleménye van, és nem a programot ismételgeti. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek, kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt. Ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!